Jó estét kívánok! Én Sós Tamás vagyok, az Inkalauznak a társtulajdonosa, és ma este a perui konyhával kapcsolatban, a perui konyháról, főzésről, ételekről fogunk beszélgetni Ferenci Kingával, aki szintén itt él Limában. Jó estét kívánok! Ferenc Kinga vagyok, hát már 23 éve élek pontosan Limában. És hát örvendek, hogy ma este tudunk beszélgetni erről a témáról, egy nagyon érdekes téma különben. Ennek elég régóta szakavatott ismerője, hogy nem csak a 23 év miatt, hanem látom az oldaladon, hogy sok mindennel foglalkozol, de közte van például a kolbászok, kenyerek és egyéb ilyen holmik is. De mielőtt erre rátérnénk, egy pár szóba elmesélnéd, hogy hogyan jött ez, hogy te Perúba kerültél, és honnan kerültél Perúba leginkább? Hát ez egy hosszú történet, tehát gondolom ugyanúgy, mint ahogy a legtöbben ilyen szerelmi eset volt. Tehát a férjemmel Budapesten ismerkedtünk meg, ott is házasodtunk össze, és együtt jöttünk ki. Úgyhogy röviden ez a lényeg az egésznek. Tehát a férjed ő perui, és akkor, igen. És ő mit csinál Budapesten? Hát ő ott tanult a Műszaki Egyetemen. Á, értem. És hogy ismerkedtetek meg? Te is Műszaki Egyetemen tanultál? Nem, én Keszhelyen tanultam az Agrár Egyetemen, és tiszta véletlen volt, hogy az egész latin-amerikai kapcsolatom nekem úgy kezdődött, hogy hát ugyebár én erdélyi vagyok, úgyhogy bent lakásban laktam Keszhelyen, és a bent lakás az 3 ágyas volt a szoba, és a 2 szobatársam 2 kolumbiai lány volt. Úgyhogy... Ebből következik egy perui férj. Hát igen, mert velük kezdtem, a kolumbiai lányokkal kezdtem én spanyolul tanulni. Egyszerűen az volt a helyzet, hogy ők beszéltek egymás között, és én voltam, aki nem értettem semmit. Úgyhogy elkezdtem fülelni, aztán egy idő után elkezdtem beleszólni a beszélgetésbe, és akkor ők ledöbbentek, jé, te érted? És ők voltak, akik Budapestre kezdtek engem elvinni ilyen latin klubokba, meg minden ilyen, volt annak idején ilyen a Trocadero, az ilyen kubaiaknak a tánc helye volt, és oda járogattunk, aztán ott ismertem meg egy pár peruit, és köztük a férjemet, hát neki nem volt nagyon ilyen, nem, ő inkább ilyen rokkos volt annak idején, és pont jól ilyen, én is inkább ilyen beállítottságú voltam, hát élveztem ezt a táncos meg minden, de nem igazán az én műfajom volt. Úgyhogy körülbelül így jöttünk össze. Na, hát ez nagyon érdekes történet. De ugye fel volt a lehetőség, hogy maradhattatok volna Magyarországon is. Tehát mi alapján döntöttetek mégis úgy, hogy Perúban folytatjátok az életet? Hát ő mindenképpen haza akart ide jönni, mert hogy hogy annak idején, ez a 90-es évek elején volt, annak idején nem volt olyan könnyű Magyarországon maradni, mint most. Elég komoly feltételek kellettek hozzá, és munkaszerződés, meg minden, úgyhogy neki könnyebb volt hazajönni, és itt keresni munkát Perúban. Ez volt az egyik tényező. Aha, és neked mennyire nehéz volt ez a döntés? Hát én mondtam, jó, menjünk. Közben már volt egy lányunk is ekkor, aki Budapesten született, és mondtam, jó, hát menjünk, nekem így érdekel. Hát én nem vagyok olyan, hogy jaj, megérdek, az ilyen, mindig ilyen kalandvágyó típus voltam, hogy de érdekes, most megismerek egy új kontinenst, egy új országot, meg minden, úgyhogy én teljesen lazán vettem, akik nagyon aggódtak, azok a szüleim, hogy jé, Perúba fogsz menni, akkor mi lesz veled, ott meg fognak lőni, meg ilyen dolgok. De annak idején a Perúról rossz hírek jöttek csak Magyarországig. Hát a 90-es évek vége, tehát én is amire emlékszem, ugye az a, már nem tudom pontosan melyik évben volt a japán követségnek a válság. Igen, pont abban az évben érkeztem én ide, és mindenki azt mondta, hogy hülye vagy, nem menj oda, ott van a TUSZ krízis. Szerintem a mikorosztályunkból mindenki emlékszik, mert hónapokig azok voltak a címoldalak.
Igen, hát amikor én ide érkeztem, az 97-ben volt, javában ment ez a túszos dolog, és áprilisban volt, azt hiszem, ha nem tévedek, vagy májusban, amikor végül kiszabadították őket. Aha. Úgyhogy én már egy pár hónapja itt voltam akkor, amikor már ki tudtak szabadulni. Hát érdekes választás volt. Viszont ahogy megérkeztél akkor Peruban, tehát nyitott vagy, de azért gondolom volt pár dolog, amit esetleg mégsem volt olyan egyszerű megszokni, és akkor rá is térhetünk az ételekre, hogy mi volt az a néhány dolog, ami ilyen nagyon kellemes meglepetés volt, és nem gondoltad volna, hogy vannak túszedő akciók is. És mi volt az, amit úgy gondolsz, hogy hát nehéz volt túltenned rajta? Hát az ételek szempontjából én az első pillanattól fogva nekem nagyon oké volt minden, a peruikai az tényleg nagyon finom és nagyon változatos, úgyhogy én amúgy is nem vagyok vállalatos típus, úgyhogy én mindent, amit elém tettek, mindent megkóstoltam. Ami nem tetszett, az nem annyira a kajával függ, hanem magával az itt léttel, hát a zaj, meg az emberek egyáltalán, hogy a közbiztonság, meg ilyesmik. De a kajával azzal teljesen nem volt problémám, sőt. Nem baj, ezt úgyse fogja senki elhinni, hogy ezt nem beszéltük meg előre, hogy a perukáját kell dicsérni egy perui ételekről szóló oldalon, de egyetértek vele. Elvégre ez a beszélgetés egyik célja. És ha már az ételekről esett szó, mi volt az a perui étel, amit gondolom azért a férjed révén mielőtt idejöttetek már ismert? Hát ismertem egy pár dolgot, igen, annak idején volt egy pár perui Budapesten, akik úgy összeülögettek hétvégén, és főzicskéztek, de mondták is ők, hogy mindent nem lehet, mert nincs hozzávaló. Hát például a káuszát, azt ismertem, az ilyen krumpliból készített ilyen tortaszerűség, meg mit ismertem még hogy hívják ezt a hidegainát, ami egy ilyen csirkéből, hát tyúkból kellene, de általában csirkéből készítik, egy ilyen főtt melből, egy ilyen szószal összekevert ilyen valami rizssel tálalják, és krumplival. Ezek nekem is a kedvenceim, tehát azért akkor néhány ételt már ismert. És a férjed mit szólt a magyar konyhához egyébként? Az, hogy tetszett neki? Neki is ízett a magyar konyha. Azelőtt, amielőtt megismerkedtünk, már valami 6 éve lakott Magyarországon, úgyhogy már volt ideje megszokni, és még mai napig is, hát közben elváltunk, nekem most a második férjemmel lakom, de jó barátok vagyunk, és a mai napig is, amikor én magyaros ételt főzök, akkor viszek neki, mert tudom, hogy tetszik, ízlik neki. Aha, na, ezt jó hallani, hogy nem csak nekünk ízlik a perui étel, hogy mi itt élünk, hanem akkor a peruiak között is valakinek ízlik a magyar konyha. És ez lett volna a második kérdés, amit gondolom, miután megérkeztél, még mondtad akkor máig, vannak magyaros vagy magyar ételek, amiket készítesz. Mik azok az ételek, amiket itt is el lehet készíteni Peruban? És azt tudom, hogy semmi nem ugyanolyan, de majdnem ugyanolyan. Igen, hát tulajdonképpen piciny változtatásokkal majdnem mindent el lehet készíteni. Hát én már készítettem itt töltött káposztát, készítettem gulyást, paprikás csirkét, majdnem mindent, amit úgy el lehet képzelni. Nem készítettem megylevest például, mert nincs megy, meg szilvás gombócot sem, mert ugye elképzeltem, hogy itt az otthoni szilva, amiből a szilvás gombócot készítik, ez a lila szilva, az itt nincs. Hanem van ilyen ekkora szilva, mondom, hogy abból egy nagy-nagy gombóc lenne, azért érdekes lenne. Meg van a másik szilva, amelyik meg inkább egy picivel nagyobb, mint a megy. Én olyat láttam sokat az andokban. Igen, csak annak valahogy más az íze, azt nem tudom elképzelni.
Tehát a szótár alapján ugye Szilvának nevezik Szilvéla, tehát én is megkóstoltam, sem külsőre, sem ízre, tehát az elnevezésén kívül semmi nem utalt arra, hogy annak Szilvának. Nem, az lehet, hogy finom lenne, de nem lenne olyan, mint a hagyományos szilvás gombócnak az íze, amilyen tudjuk, úgy emlékszik az ember, hogy ez ilyen kell legyen. Aha. És mik a legnépszerűbb ételek? Nem a magyar tudások itt a Peru. Amit itthon, például nálunk a társaság nagyon szereti a gulyást, imádják. A káposztás ételeket, azokat nagyon nem úgy fanyalognak, mert azért megeszik. A töltött káposzta az ízlet nekik, de például készítettem székely káposztát, és az már nem nagyon, mondom, hogy amiatt, hogy egy kicsit savanykás. Valahogy úgy vettem észre, hogy az emberek ezt a savanykás ízt úgy veszik itt, mintha megromlott egy kicsit az étel. Mert a perui konyhában nincsenek ilyen savanyú ízű levesek sem, meg ételek sem úgy egyáltalán. Na, ez érdekes, ez nekem is furcsa. De a káposzta az egyébként az nem olyan gyakori, nem? Vagy én nem sokszor. Nem, itt a káposztát kimondottan csak salátákba eszik, vagy más káposztás étel. Levesbe vágnak bele egy keveset, de nem nagy káposztaevők itt a peruiak. Szóval nem tudják, hogy mit veszítenek. A töltött káposzta az egyik kedvenc. Szóval abban mindig ott van, hogy valaki édes káposztával, tehát nyersen, valaki meg savanyú káposztával. De melyik iskolát képviseled itt? Hát az a helyzet, hogy szerintem a savanyú káposzta az igazi, csak itt nincs savanyú káposzta legalábbis. Én szoktam készíteni magamnak savanyú káposztát, de mivel hogy itt tömbházban lakunk, meg minden nem lehet hordos káposztát eltenni, akkor csak ilyen vágott káposztát üvegbe szoktam savanyítani. Aztán azzal oldom meg a dolgot, hogy a leveleket édes káposztából veszem ki, és hozzárakom a vágott részét, az savanyú káposztával. És a kettőnek ugye az íze összevegyül, és kész a töltött káposztának az a jellegzetes savanykás íze. Most ugorjuk ezt a témát, mert érzem az ízét a számban. Viszont ami nehéz találni, az a tejföl. Aha. Az úgy hiányzik egy kicsit. Hát van az ilyen nagyobb üzletekben van tejföl, az olyan az a sour cream, uh-huh. Az inkább az a mexikai tejfölhöz hasonlít, tehát eléggé zsírmentes, nem olyan, mint az otthoni jó zsíros tejföl, de hát potlástak ez is jó. Aha, aha. Na, és tehát akkor ezek a népszerű magyar ételek, és te el tudod készíteni őket, mert én megmondom őszintén, én az elején így próbáltam követni, de hát annyira megízlett. Tehát megkedvelte a peru ételeket, hogy aztán csökkent az igény arra, hogy magyaros ételeket készítsek. Mik voltak viszont azok a peru ételek, amiket nem ismertél Magyarországon, és nagyon kellemes, vagy éppen nagyon kellemetlen meglepetést okoztak? Hát én hallottam mindig a peruiaktól, hogy a ceviche az a maximum itt, a legjobb, meg a legfinomabb, meg minden, de azért Magyarországon elég nehéz tengeri halat keretelni, úgyhogy ott nem volt ceviche. Annak idején még nem volt, most már van Magyarországon is perui étterem. Aha. De hát amikor kiérkeztem ide, akkor megkóstoltam, és tényleg nagyon finom, nekem nagyon ízlett, és meg is tanultam gyorsan, hogy kell. Hát mai napig se sikerül nekem úgy, ahogy kellene, de azért valami lesz belőle. Közel járok. Tehát is, mert ugye a ceviche azért az egy erős választóvonal, én úgy vettem észre a magyarok között, akik ide jönnek Peruba látogatóba. Tehát, hogy valaki rajongója lesz, és valaki azt mondja, hogy ennél borzalmasabb nincs, mint az, hogy... Ez elmondom, így van. Mi is az a ceviche, mert ez nem mindenkinek ideális, aki... Ja, a ceviche az egy nyers haszból készült étel. Összevágják kockára, szálkamentes hal kell ehhez. Összevágják kockára. És van itt ez a zöld citrom, ami nagyon savas, nem olyan, mint az otthoni citrom, hanem több, nagyon sok a savtartalma.
azzal leöntik, és abban megérik. Azért nem főzés, meg nem lehet az főzésnek nevezni, hanem úgy megérlelődik, hogy nem nyers már az a hús. Ez nem... amit marinálásnak szoktak hívni. Igen. Szóval és ehhez hozzáteznek mindenféle fűszereket, hát sót, borsót, ezt a itteni csípős paprikát, mit tesznek, hagymát tesznek még hozzá, és kukoricával, meg főtt kukoricával, meg ezzel a főtt édesburgonyával tálalják általában. Aha. Tehát te is akkor a klasszikus módszert követed, hogy saláta levelet is teszel a tányérra? Hát, ha itthonra készítem, akkor nem mindig csak éppen van saláta. Úgyis itt a salátalevélnek az azt hiszem, hogy ilyen dekoratív célja van csak, mert látom, hogy senki nem eszi meg a salátalevélet. Én ezt akartam mondani, hogy a salátalevél a szevicsérjen 90%-ában ott van, és szerintem a salátalevelek úgy ámblok, mint a szenetesben végzik. De nem lepődnék meg, ha újra hasznosítanák őket. De óva hint a feleségem is, és többen attól is, hogy nagyon jól néz ki rajta a szemicse, de ne együk meg. És azt hiszem, hogy ez legyen a végszó így a beszélkedésünkkör, és folytassuk hamarosan a többi perui étellel. Köszönöm szépen, és akkor mindjárt folytatjuk. Én is köszönöm.